Tehát aki érkezik hozzánk, ő a nagypapája és az édesapja alkotásaiból inspirálódott, és már 9 évesen megragadta az ecsetet. Most pedig jöjjön a meglepetés! Ráth Márton festőművész! Gyermekkorában kezdett el festeni, de szépen lassan alakult csak ki a saját stílusa. Egyszer felfedezte, hogy az illatok mennyire inspirálják. Azóta tudatosan használja a parfümöket az alkotásaihoz. A másik nagy inspirációs eszköze a természet. Fogadják őt nagyon nagy szeretettel! Mondhatni könnyű annak, aki így nő föl, ugye? Ilyen közegben, bár aztán szerintem a beszélgetésben azt is érintjük, hogy ez néha gát is az embernek, de ösztönszerűen kezedbe vetted az ecsetet? Vagy igen, annyira ezt láttad, hogy ennek kell lenni az utadnak? Hogy kezdődött? Igen, hát mint minden kisgyerek, ugye a szüleit próbálja utánozni. Itt édesapámnál azt láttam, hogy ül az állványnál és fest, úgyhogy én is azt gondoltam, hogy én is úgy akarok és olyanokat festeni, és meg akarom tanulni a színhasználatot, és érdekelt az egész, úgyhogy egyébként az óvodában én voltam az, akire azt mondták, hogy szörnyűek a rajzaim, úgyhogy igen, és akkor otthon találtam egyszer egy filcet, elkezdtem mintákat rajzolni, és akkor így a szüleim fellélegeztek, hogy még van remény, és így kezdődött igazából. De ilyenkor még úgy kezdi a gyerek, hogyha ezt látja rendszeresen otthon, hogy úgymond le akarja másolni az apukáját, és ugyanazt akarja, amit ő akár stílusra, akár a színekre értve, vagy a kifejezésmódra annyira összetett ez? Szerintem igen. Szerintem az az első lépés, hogy először talán minden művész, vagy legtöbb művész először máshol, és aztán ahogy telik az idő, nyilván érzi, hogy mi az, ami érdekli, alakul a személyisége, és akkor próbálja utána keresni a saját útját. Ez nálam is így volt. Volt egy kedvenc énekesem, Michael Jackson, akit mindig másoltam, néztem a videókat a magazinból. Hát milyen kis aranyos dolgok voltak, úgyhogy ez így indult, igen. És mikor és hogyan találtad meg a saját, a te stílusodat? Voltak más témák is, voltak, amikor tájképeket festettem, ott már próbáltam belevinni a saját egyéniségem, az én színvilágom, aztán próbálkoztam aktképekkel, de úgy éreztem, hogy valami sokkal személyesebbet kellene megmutatnom, és igazából egy picit féltem attól, hogy vajon erre képes leszek-e. Ez egy nagy félelmem volt, hogyha én magamban nézek, akkor mi az, amit én meg tudok ebből jeleníteni, és mi az, amit ebből úgy át tudok adni egy nézőnek, hogy az befogadható és szerethető legyen. Szerintem ez egy elég nagy kihívás egy festőnek. Igen. És úgy érzem, hogy még mindig az úton vagyok, de most már azért kezdek egyre biztosabban afelé, a téma felé nyúlni, ami úgy érzem, hogy innen jön. De mi ez a téma leginkább? Hogyha ezt egy kicsit szűkíteni kell a kört, hogy akármi inspirál téged, vagy hogy találtad meg, ami téged jellemez? Mert majd mindjárt beszélünk arról, hogy azért arra vágyik az ember, hogy valamennyire egyedi legyen a kifejezésmóddal. Nem csak itt a szignóra értem, hogy felismernek-e benneteket, hanem hogy az a kifejezés rátok valljon. Mi ez a téma, ami téged? Manapság minden olyan zajos, meg hangos, és előbb-utóbb az embernek ez egy kicsit így sok tud lenni, és vágyik arra, hogy minden úgy lecsendesedjen, kicsit úgy magába tudjon nézni, és itt hallottam, hogy beszéltetek arról, hogy a természet az mennyire fontos, de nekem is épp ennyire fontos, és én szerencsés vagyok, mert Sopronban elég sok erdő van, és szép helyek, és én, nekem ez az egyik nagy terápiám, hogyha úgy érzem, hogy úgy sok mindenből, akkor megyek az erdőbe, eltöltök ott jó pár órát, és akkor utána úgy érzem, hogy feltöltődve, lecsendesedve ott a vászon, és akkor neki tudok állni a munkának úgy, hogy koncentráltan, kitisztulva, és akkor jönnek tényleg elő azok az inspirációk, amit a természet tud nyújtani. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, és aki ezt meglátja, ennek a szépségét, és esetleg meg is tudja jeleníteni a vászlón, az egy külön nagy dolog. És az illatok? Hát az illatok, igen. Te tudsz erről mesélni, hogy ez téged hogy befolyásol? Ez pedig úgy jött, hogy én mindig is szerettem, tehát én falun nőttem fel, és ott nagyon sokat voltam a természetben, nagyon szerettem a természetben felelhető illatokat. Már gyerekként is mindig letéptem a növényeket, és szagláztam, hogy a fűnek, vagy a különböző fák leveleinek milyen az illata. Aztán egy ilyen 4 éve körülbelül elkezdtem így az interneten olvasgatni a parfümökről, és
Amikor az ember azt veszi észre, hogy ilyen éjjel kettőkor így belenéz a tükörbe, és így vámpír néz vele szembe, akkor így gyanús, hogy az a téma úgy talán úgy érdekli. És egyre többet olvastam utána ennek, és alkalmam volt aztán egyre több illatot megismerni, kipróbálni, és úgy voltam vele, hogy én ezt nem szeretném reklámozni, hogy én ilyen parfüm rajongó vagyok, vagy ennyire szeretem, mert hogy majd emiatt így UFO-nak néznek, és furcsán fognak rám nézni, hogy egy férfi így ennyire, egy háromnál több parfümje van esetleg otthon. Úgyhogy így elkezdtem elmélyülni benne, és azt vettem észre, hogy amikor festek, akkor előtte általában fújtam. De ez nem volt tudatos, hanem festés közben így mindig éreztem a kezemről, még oda is szagolgattam, és teljesen más inspirációkat, meg érzéseket adott. És aztán arra jutottam, hogy film. Ezt muszáj tudatosan használnom. És ezt bele kell építenem, és ezt vállalnom kell, hogy ez én vagyok, szeretem a parfümöket, hozzá tud adni a festményeim stílusához, színvilágához, és ez a kettő együtt egyébként egy ilyen nagyon érdekes világot tud adni a nézőnek. Ezt én is csinálom egyébként festés előtt, csak én festés előtt ráhangolódok, tehát én egy kicsit meditálok, és sokszor már amiket festek, azok is meditációba kapott képek, és illóolajat használok. És érzésből tudom, hogy melyik, és azzal körbeveszem az aurámat, és úgy kapcsolódok fölfelé, és ugyanúgy az illatok azok emlékek. Emlékeket hoznak föl, nagyon-nagyon gyökerekig, ilyen zsigerig nyúlnak vissza. Úgyhogy az nagyon nagy segítség. Ez is egy terápia. Igen, abszolút, úgyhogy minden együtt. Én is gyertya, zene, illatok, és utána meditációval ráhangolódok arra a festményre, amit éppen. De megint ott tartunk, hogy mennyi minden összeszövődik, és nem csak most a képekről, ha beszélünk, akkor a képek önmagában nem elegendők. Például a férjeddel a közös munka, a lélekangyalkák. Ez is egy olyan dolog, ugye? Hogy ebben igen, úgy hinni kell, vagy magadévá tenni. És rengeteg parfümöt használ. Vannak közös munkáitok is? Tehát mik ezek a lélekangyalok? Nagyon sok közös munkánk van, mert a lélekangyalok azok olyanok, hogy mondjuk én elkezdek egy angyalt megcsinálni, és utána gondolom, hogy még egy másikhoz is hozzáfogok, akkor ő azt befejezi. Vagy vice versa. Ő csinálja, és én fejezem be. De a legtöbb alkotás azért úgy készül, hogy úgy az csak az enyém, vagy csak az övé, de amikor elkészült egy bizonyos pontra, akkor azt ő meg ékszerezi. Tehát gazdaggá tesszük a szobrocskát, és a leggyönyörűbb kis Szarovszki, cseh kristály, korál, az mind be lesz ültetve. Ezek nem ragasztottak, hanem ültetettek, órákat tud vele játszani, megnyugtatja az embert, szereti, van olyan, amit nem akarunk semmilyenféleképpen kikerüljön a házból. Igen, ami az így ragaszkodik az ember, és nem tud túlodni. És nagyon sót jó csinál tudnilik. Ez úgy jött, Amerikában óriás szobrokat csináltam. És Magyarországon mit csinál valaki egy két méteres szoborral? Keveset, mert még házat is úgy kerestünk, hogy hova fér be az a három szobor, amit hazahoztunk, ugye? Valahova be kell rakni. De most itthonra a kisebb szobrok, amik kelendőbbek, de nem csak az, hanem egész egyszerűen az egész világban az emberek egyedül vannak. Akkor is, ha férné van, akkor is, ha barátja van, akkor is, ha gyereke van, vannak olyan időszakok az életében, hogy egyedül van. És ehhez az egyedülséghez, ha van neki egy angyala, amit csak az övé, és a világon nincs belőle egy kópia, egy másik, mert ezek egyenként készülnek. És kézzel vannak, és szeszélyesek, tehát mindegyiknek más az arca, vagy a formája, vagy a kis ruhája, és ezt az angyalt adoptálja, akkor az csak az övé, avval lehet beszélgetni, avval lehet energiát kapni, ugyanúgy adunk az angyalnak is energiát, az már hozza az energiánkat, a miénket, a szeretetet, és egész egyszerűen
elmondja a problémáját az angyalkának, és segít neki arra, hogy ő megkapja a választ, mert a válasz is bennünk van. De különleges lehet ez a kapcsolódás, amikor az ember egy ilyenre rátalál, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy festményre rátalál, és azt mondja, úgy ez az enyém, és kell, hogy ezt mondjuk nap mint nap lássam. De Klárika, mert ezek hatással vannak rá. Ide bejönnek úgy, hogy 3 évvel ezelőtt láttam azt, hogy már nincs meg. De jó. Ugye? Akkor bejön, és kiválasztják. Nagyon sok férfi vesz nálunk. Fiúk vesznek, fiúk, hát 25-től 60-ig, és az egyik, az legutolsó egyik kliensünk, aki bent volt, bejött, hogy ő látott egyet, és most az nincs meg, de hát az a másik, az jobban. És akkor gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ez ajándékba veszi? Azt mondja, igen. Mondom, igen, és kinek? Hát a kislányának, akkor fogja odaadni, hogyha az 16 éves lesz. Mondom, és hány éves a kislányom most? 4. De be volt fejezve, hogy nagyon, ugye? Magának vette. Hát igen, legalábbis addig még neki adja, magának vette. Magának vette. De azon gondolkodom, például egy kép esetében is, és hogy kicsit ennek a terápiás célzata, azért remélhetőleg a legtöbb ember nem csak azért vesz akár egy képet, vagy műalkotást, vagy egy szobrot otthonra, hogy csak úgy feldíszítse a lakását, hanem hogy fontosak lennének, hogy ezektől mi valamit kapjunk, nem? Valami harmóniaérzést, vagy hasson ránk, vagy ha otthon leülünk és ezt nézzük, akkor valami elindítson bennünk. Persze, hát igazság szerint ez abszolút rólunk szól, hogy milyen képet választunk magunknak, és hogy az mit mond rólunk. Ezért is, tehát hogy nem lehet akár egyébként megmondani, hogy a másik embernek egy adott kép mit jelent, mert ki tudja, hogy abból az emberből, aki választotta, ez milyen asszociációkat hoz elő, neki mit jelent személyesen, és abszolút van, ahogyan a saját magunk által készített képeknek, és az általunk választott képeknek is van üzenete számunkra. Én például a saját képeknek, én már is ezt csinálom, hogy amikor elkészítem őket, akkor még hogyha nem is rakom ki a falra, akkor is nagyon sokáig elől vannak, és nézegetem, barátkozom velük, és próbálom megfejteni, hogy akkor mi is az én viszonyom hozzájuk. És a képek visszahatnak, mindig visszahatnak. Uh-huh. Ezen te is gondolkodsz? Hogy mi a viszonyom a képemhez? Vagy mikor elengedi azt a képet az ember, és tényleg odaadja másnak? Igen, egyébként az is nagyon fontos, hogy amikor valaki érdeklődik egy adott kép után, ez biztos ti is tapasztaltátok, hogy kíváncsi arra, hogy mi volt annak az előélete, uh-huh. vagy mire gondoltál, vagy hogy született, vagy fontos az, hogy valamilyen érzéshez tudják kötni. Igen. Azt a képet, mert hogyha ő otthon azt kiteszi, akkor mégiscsak a te közvetítéseddel tudsz valamit átadni, ami talán így befogadhatóbb lesz a vásárlónak, vagy aki nap mint nap ezt fogja megnézni az otthonában. Igen, én is azt gondolom, hogy ez például női archetípusokat festettem most utoljára, és... De ezt magyarázzuk meg, mit is jelent. Hát férfi és női archetípusokból különböző felosztások szerint vannak 7-9-12 féle archetípus, attól függ, hogy melyik rendszert nézzük, és női és férfi is van több, és mindegyik archetípus valójában mindenkiben benne van, csak van, amelyik el van nyomva, van, amelyik túl erős, tehát mondjuk ha női archetípusokat nézem, ugye egy anya, egy feleség, egy szerető, egy harcos, egy főpapnő, egy varázslónő, egy istennő archetípusok, és itt visszakapcsolódva az Eszterhez, hogy például én nagyon hiszek még a drága kövek ásványak, mert hogy ők is használnak a szobrokhoz. Nekem is például itt az archetípusaimnak drága kövek, ásványok a nevei, tehát akvamarin, turmalin, és én hiszek, tehát én viselem is őket, tehát én ebben a rezgésben hiszek abszolút, hogy ez energiát ad, és rezgést emel, és szerintem a festményeknek is ez a, tehát az egy,
amikor bekerül egy festmény egy térbe, azt ő nagyon jól fogja tudni, hogy neki az azért kell, mert van valami lelki kapcsolódása, és amikor hazaviszi, és én kapok visszajelzéseket, hogy már ott van nála egy-két éve, és mennyire nagyon szereti, és minden nap találkozik vele, és hogy ő csak ül ott előtte, és csak úgy mereng. Tehát az egy szintén egy térrezgés emelő energiát adó és szeretetet adó, amit beleteszünk most éppen festés által, de én mindig elmondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen művészetről beszélünk, hogy zene, vagy színjátszás, vagy bármi, csak valami egy alkotói folyamat révén. Uh-huh. Csak azon gondolkodom, bocsánat, itt van még egy közös kapcsolódási pont a kövek, az egyik legutóbbi festményem az Aquamarin címet kapta. Na hát az Aquamarin nálam az egy gésa, ami most éppen Spanyolországban, Barcelonában egy irodalom professzor vitte el, egy 70 éves úr, mert neki arra volt szüksége. Igen, de lehet, hogy arra volt szüksége akkor is ott, mert épp egy bizonyos élethelyzetben van, most ez tetszik neki, egy csomó mindent felsorolhatnánk, de egy képet mondjuk, ha vásárolunk, azt nem két évre vesszük hát a igen. falra, főleg egy értékes műalkotás, most legyen nem csak festmény, egy szobor bármi, de megváltozunk. Ti hogy néztek a saját műveitekre évtizedek múltán? Én úgy érzem, hogy régen jobban festettem. Néha az az érzésem, hogy valahol, nem tudom, komplikáltabbak voltak, de... Én szeretem a mostani festményét. Én szeretem a saját munkámat. A régit is, és az újakat is, és akkor néha az van, hogy a szobába és a műterembe körbe rakjuk a képeket, beülünk a közepibe, és akkor arról beszélünk, de jó. Hogy az milyen, meg az milyen érdekes, gonoszan néz, nem néz gonoszan, az egyáltalán nem gonosz, és akkor abban van egy ilyen párbeszéd, és szeretem őket, ez nincs vele. Hát kell is, hogy egy kötődés legyen a munkához. Probléma. És nem bánom, ha elutaznak a képek, azokkal meg szoktam beszélni, hogy most elmennek, és jó helyre mennek, szép otthonba mennek, fogják őket szeretni, úgyhogy ne búsuljanak, meg van beszélve. Van egy vevőnk, baráttá váltak, 20 évvel ezelőtt vett egy festményt, 10 évvel később elváltak, és a férj ezt a képet, ez egy orvos megfogta, és bezárta az autójába, a csomagtartóba, hogy nehogy a felesége elvigye. Mert ez az övé. Szóval vannak ám ilyen sztorik, mi történik egy festménnyel, ugye? Aztán volt olyan sztorink is, amit nem nagyon szerettem, hogy például megvette a képet, ezek ilyen kutyás képek, elég nagy képek, és a gyereknek a szobájába lett betéve, de Amerikában hozzák a gyereket is, hogyha vásárolnak, mert a gyereknek is szeretni kell azt, amit fölraknak a falra. Na most, ha rosszat csinált, akkor nem azt csinálták, hogy megverték, vagy leszitták, hanem az anyja kivitte a képet a szobából. Ez volt a büntetés. Aminek nem örültem, ugye, mert az én képen bebünteti meg, de nagyon érdekes. Van ennek, ugye, egy pszichológiája a háttérben, igen. Hogy működik. Igen. Egyébként ti követitek? Tehát hogy hova kerül mondjuk egy alkotás, és az illik-e abban a millióbe, és mi az útja onnantól, hogy hát az egy jó érzés, elviszi. Hogyha jó helyre kerül, nyilván ezért nem mindegy, hogy ki veszi meg. A részünk. Külön, így van. A gyerekünk. A gyerekünk, igen. És azt is meg kellett például tanulnom, hogy elengedjem. Tehát én mindent kitaláltam az elején, hogy miért nem adom oda. Tehát, hogy így... Akkor te is beszélgetsz a képekkel, mint a... Hát igen, igen. Meg, tehát, hogy ez egy mély lelki kapcsolódás, igen. Minden egyes kép, amit alkotunk, az... És még a művészetterápiában is, pont most írt nekem a múlt héten egy lány, aki járt hozzám régebben, hogy elővette az egyik művészetterápiás alkotását, ami nagyon sokáig kint volt a falán, és hogy ugyan nem emlékszem erre, nem tudom, két évvel ezelőttről, hogy milyen címet adott neki, és hát visszaírtam neki, hogy hát ne haragudj, nem, de hogyha egyébként arra vonatkozóan akarsz következtetéseket lemondni, hogy most
hogy érzed magad, meg egyébként milyen a képpel a viszonyod, akkor adj neki egy új címet, mert persze változunk mi is, és éppen ezért a képeinkhez való viszonyunk is változik, tehát hogy nem lehet tulajdonképpen elszakadni tőlük, vagy megvunni őket, mert változik az üzenet, és mindig az aktuális saját magunkra vonatkoztathatunk dolgokat, amikor a képeinket nézzük. Mi például szobroknak nem adunk nevet, azt annak kell adni a nevet, akinél ott lesz. Érdekes. A minap találkoztam épp egy kedves úrral, és mondta, hogy ezt a képet ők szeretnék, otthon megbeszélték a családdal, hogy ez így nagyon tetszik, és nagyon illene a falra, és hogy a kedves felesége 20-30 éve ő is festett, de azóta nem festett, nem nyúlt ecsethez, viszont miután látta a képeimet, megint erős késztetést érzett, hogy újra neki lásson festeni, és nekem ez volt az egyik legnagyobb ok, amit kaptam, úgyhogy tényleg annyira örömmel adtam oda a képet, hogy szerintem a legjobb helye lesz. Én is szoktam egyébként ajándékba adni egy ajándékutalványt, hogy részt vehet ingyen egy workshopomon, mert hogyha szerintem az nagyon, nagyon jó, amikor önmagunkat megajándékozzuk azzal a folyamattal, azzal a művészet terápiával, ami egy nem tudatos dolog, de hogy egy felnőtt ember lehet, hogy már nagyon régen alkotott valamit, hogyha olyan az élete, és újból belekerül ebbe a helyzetbe, és rájön, hogy ő csak azt hitte, hát hányan jönnek úgy, hogy ő nem tud semmit, és hogy segítsek, és nekem valójában az a dolgom, szerintem, hogy elhitessem vele, hogy ő azt meg tudja csinálni. Tehát én sosem csinálok meg senkinek semmit, és az elejétől a végig mindent ők csinálnak, és annyira boldogok, mert tényleg olyan gyönyörűeket csinálnak, csak valami az élet során egy rossz mondat, egy szülőtől, egy tanártól, vagy egy összehasonlítás, bármi, és így eldöntötte, hogy ő nem tud. Aha. És akkor mondom, hogy ez nem probléma. De azért jó, hogyha ilyen gátakat föl lehet oldani, igen. És azt is tudatosítani kell szerintem mindenkiből, hogy mindenki egyedi. Tehát az, amit alkot, meg hát egy művész arra is törekszik többnyire, hogy egyedit alkosson, és ez megismételhetetlen legyen, és ehhez képest, amikor a Paloma Picasso-val való találkozásod, hogy te Picasso képeket fogsz megfesteni, akkor ezt egy művész hogy éli meg. Ez egy külön szám volt. Az egy olyan dolog volt, hogy a képek a stúdióból is időnként hazavándoroltak, mert a lakás úgy volt megcsinálva, hogy volt egy 4 méteres fal, de azon nevettek, hogy ez egy mozivetítő, ugye, amire föl lehetett, levettük a sajátunkat, és akkor otthon dolgoztam. Föl lett rakva a kép, amit meg kellett csinálni, egy az egybe, és nem, ezek nem másolatok, ez hamisítás, ugye, ez egy az egybe. És mellé tettem a saját képemet, amit én fogok festeni. És festettem ezt, és közben festettem valami teljesen mást. Mert nem akarsz beleragadni másba. Te akarsz lenni te. Az egy munka. Azt megcsinálom. És azt is szeretettel csinálom meg. Mert az szép. És szeretem a munkáját, szeretem az embert. Mindent tudok róla, ennyi könyvem van vele, megkaptuk a papírokat, megcsináltuk. De nem akarom őt átvenni. És a festmények azok általában agresszívek, és akarják, hogy te átvedd őket, meg lekopírozd őket. Ezért van az, hogy múzeumok mellé föl van rakva egy art supply üzlet, ahol árcéket, amikor kijönnek az emberek a múzeumból, berohannak venni vásznat, festéket, ecsetet, ugye, mert inspirálja őket. Na most az, hogy ez ne forduljon elő, mivel hogy 300 darabot csináltunk meg, azzal muszáj volt levezetni, hogy egy teljesen más dolgot csinálok mellette, ami az enyém, ami csak az enyém.
de ez fontos szerintem a terápiában is, hogy bárki elkezdheti, és bárki ebből meríthet magának, úgyhogy szerintem ne essenek kétségbe, olyan ez, mint az éneklés, hogy nem feltétlen kell tisztán énekelni, de énekelni kell. Nem feltétlen kell festőművésznek lenni, de alkotni és festeni hasznos és szükséges. Köszönöm, hogy néztek bennünket, és tudják, napi témáinkkal kapcsolatban pedig érdekes cikkeket találnak a ridicule.hu oldalon. Viszontlátásra!